Start ez a nap negyedik futama, a Jody Lynn Handicap. Chesterfield kezd nagyon jól, de Chesterfield is, Kelvin is, Durcás Lánk és a belső összességében egészen jó kapták el az indítást. Angelina Jolie sem kezdett rosszul, úgy érez Colmie Quinnre nem lehet elmondani, őget ott a mezőny végén, illetve Eperke kezdett még lassabban a többiekhez képest. Chesterfield diktálja a tempót, Chesterfield mögött most már Kelvin, mellettük pedig a második soros start helyéről nagyon jó lábra kapó Winifera M, aki már ott van a vezető mögött, ráadásul akár falat is foghat, nagyon-nagyon jó helyzetben. Második spurban Angelina Jolie, harmadik van Elton John Eti, Demi Moore zárja az élbolyt, ketten pedig Colmie Quinn, valamint Eperke, azért meglehetősen nehéz helyzetben. Egy kör van hátra, Chesterfield vezet, őrzi a falat. A két kiszakadt ló kivételével nagyon-nagyon szépen együtt versenyez egyébként az egész mezőny, Chesterfield vezetésével, mögötte pedig ott van Winifera M, aki be tud menni a falra, mellé fog érkezni várhatóan Kelvin, Kelvin hátán pedig ott láthatjuk, hogy Angelina Jolie pozícionálja jól magát, és Durcás Lányka is, aki megfontoltan kezdett belső start helyéről, ott találja magát kvázi a mezőny elején, első felében, úgyhogy jó helyzetben van ő is. Nincsen mozgolódás egyelőre, ez pedig annak is köszönhető, hogy Chesterfield rá tud tenni egy lapáttal, úgyhogy meghúzza újra ott a túlsó, az istálló egyenesben a mezőnyt. Kelvin viszont tudja vele tartani a lépést, tehát mondjuk úgy, hogy leköveti ezt az egész tempót. Akkor, amikor érkezünk az utolsó kanyarba, Chesterfield vezet, Kelvin szorongatja, és úgy tűnik, hogy Angelina Jolie indíthat meg egy támadást esetleg. És bizony a vezető 2-3 azért egyre inkább szakad el a többiektől. Durcás Lányka, Winifera félre, Melizeus Liv tisztes távolságban mögöttük. Chesterfield, illetve mellette Kelvin. Kelvin szép lassan talán próbál és tud is fölénybe kerülni. Angelina Jolie van ott a képzeletbe dobogó alsó fokán, de ő sem tűnik különösebben frissnek. Kelvin most már egyértelműen vezet, 200 méter van még hátra. Kelvin növeli Chesterfield-en szemben az előnyét. Nem tudnak jönni továbbra sem a többiek. A bronzért nagy lesz majd a csata, mert Angelina Jolie is teljesen elkészül az éve. Eperke jön borzasztóan messziről, illetve Demi Moore, mind a kettő ott lehetnek a dobogón, Kelvint azonban nem érik utol, Kelvin, Eperke és Chesterfield a befutási sorrend, Demi Moore lesz majd a nagyon szoros negyedik.